First time heard about Quimby last year in June on a conference for Schubert Music when I was introduced to the English tracks, as you know, and I said to them immediately that I liked them very much. So the Hungarian office sent me a whole box of CDs. I got, I don't know, 6 or 7 CDs, which took me a long time to work through them. But I always heard that this is a very, very good band musically, and they mingle all sorts of styles. But they do it really, really well. When I first heard about Quimby, I only heard English titles. And when I heard Hungarian titles, I thought, well, maybe they should do an English record. But then I talked to other people, and they said, why? There's Spanish bands, they keep on singing in Spanish. There's, you know. So, and then, okay, I played Hungarian music of Quimby to the people of this club here, Knust. And they said the same thing. No, this is fine. Leave everything like it is. Ez egy speciális helyzet, mikor oda jön egy külföldi, aki nem érti ezt a nyelvet. Volt tegnap is ugye német is, japán is, ilyen-olyan is, és hogy szinte tényleg rajongói tekintetekkel jönnek, és hogy ő most már legközelebb hozni fogja a barátjait, és jobban utána néz a zenekarnak, és az furcsa, hogy teljesen mindegy, hogy hányan vannak ezekből, hogyha ilyen hatást tud elérni a zenekar egy olyan ember fejében, szívében, aki ezt a kultúrát tényleg nem ismeri, és nem azon a pár angol számon kívül mondjuk a szövegeket se érti, az egy jó jel. Egyébként az emberek mindenevők, hogy megfogja őket valami, akkor is fog tetszeni, elborult a sörös hordó, hogyha nincs benne ének, vagy ha nem értik a szövegét. Mi például a külföldi számok szövegének nagy részét nem értjük, és milyen jó is, ugyanis komoly angol, általunk nagyon szeretett számokat lefordítunk, és kiderül, hogy milyen gagyi szöveg. Ma már ezek az európaiak is kezdik megtanulni így hallgatni a zenét, meg akár amerikaiak. Mi nekünk természetes volt, hogy úgy nőttünk fel, hogy nem értjük a kedvenc zenéinket. De ők az utóbbi időben tanulják ezt ezekkel a irányzatok megjelenésével, és inkább egy pluszt, egy izgalmat ad neki, mint az, hogy hiányként jelentkezne ez a dolog. Nagyon, nagyon érdekes nyelv a magyar, és szép is persze, meg minden jól is szól. De hát azt azért nem gondolom, hogy Angliában elég lenne például. A többi ország az meg megint más, tehát mindenütt egy picikét más, hol mennyire nyitottak erre. Hát ez a produkció a színvonalát tekintve szerintem nemzetközi szintű. A többihez nincs az a plusz energia szerintem, ami elég lenne úgy, hogyha mi Magyarországon vagyunk. Akkor nem tudsz annyi plusz energiát belevinni, ebbe biztos vagyok, hiszen hogyan. Ráadásul 40 fölött vagyunk, már nem az van, hogy kiköltözünk és izébe foglalt házba lakunk és egymás zokniát szagolgatjuk. Meg ízét teszünk, odaégett pörköltet teszünk, amit valaki összedob. Nem, tehát ez azért már most látszik a zenekaron, hogy már egy egészen más komfortfokozatra van felkészülve, és ez teljesen normális ebben az életkorban.